Kerülködött a kisegérke. De különben nincs rossz galopja. Mi így van. Még azt kell megtanulni, hogy előre menet. Így van. Jó. Majd lesz. Árpika, ezt elrakod és odaadod, mert lehet, hogy haza kell tolnom a motort. Itt maradjatok még két kör. Nem bírod berakni oda sehova. Csak ezt úgy rakd el a Timinek, hogy ez kettő. Valahogy úgy gyűrd be magadnak, hogy ne, mert postára kell feladnia. Tehát, hogy ne gyűrjön össze. Gyertek. Ja, jöjjön. Hogy? Ja, várjál. Gyere, papika. Gyere, édesap. Nagyon szó. Jó, hogy jöttetek különben. Gyere. Jó, ott lesz nála, jó? Van egy, tudod mi? Vezetem, gyere, édesap. Nagyon szép vagyok. Nagyon szép. Persze. Hogy ne venni. Gyertek itt. Jó. Oké, na milyen volt ez? Hogy? Hát, orosz zsebkendőm van. Azt tudod mi? Ah, úgy, azaz. Jó, van, nem mozgorgott rosszat, az kell neki, hogy egyen sokat, hamizzon. Még gyertek egy két kört, azt mehettek haza, én meg lehet, hogy... Ja, mert fogta, tudod? Nem, fogta is. Nem azért? Leskelődött? Jó, van, semmi baj. Még van időnk tanítani két hónap. Gyenge két hónap. De úgy szeretne menni fölfele, de úgy haladós azért. Hát meg egyen akkor lehet jó dolgozni, de egyenlőre jó leszik, sajnos. Bocsánat, a trénernek nem olyan jó ezik egy ló. Persze, egy kicsit tanuljon kiskörön, egyebeken. Na, úgyhogy tudtok mindent, Józsika, remélem mindjárt fölhívom őket, hogy hogy ment. És... Ki, 100%, hogy ne vinnék ki. És a lényeg az, hogy ne vinnék ki. Hogy ott kész van minden, le van pucolva, zabolva és záróra. Mehettek is, sétálj. Ha még akar, sétálj vele egy kicsit. Fönn, vagy nem tudom. Jó van, kicsim.